Amikor megszületünk, még a szemünk sincsen teljesen készen a látásra. Másfél éves korra alakul ki a sztereolátás, ekkor érdemes elvinni először a gyermeket szemészhez. Ha nincs gond, akkor 3 éves korban újra, és az iskolakezdés előtt is ajánlott felkeresni egy szemészorvost. Tudtuk meg az egyik optika tulajdonosától. Ebben a korban alakul ki az, hogyha valakinek pluszos szeme lesz, szemüveg kell neki, tehát távollátó. Igazából ezt le tudjuk alkalmazkodni, a gyerek le tudja akkomodálni, tehát elég sokáig rejtve maradhat. Ezért érdemes figyelni a különböző jelekre. Ha a gyerek nem szeret közelre tevékenykedni, vagy hogyha nagyon belemerül a közeli tevékenykedésbe, és az egyik szeme behúz általában ilyenkor befelé, akkor mindenképpen soron kívül azonnal a szemészetre kell vinni. Cserta János hozzátette, ha letakarjuk a gyermek egyik szemét, és hirtelen a kitakarásnál van egy beigazító mozgás, felveszi a másik szemnek a párhuzamos szemállását, akkor is érdemes elvinni szemészetre. A kicsiknél és nagyobbaknál egyre gyakoribb a tablet, telefon, számítógép használat, ami nem tesz jót a szemeknek. Mint megtudtuk, általános iskola felsőbb osztályaiban egyre gyakoribb a rövidlátás kialakulása. 1972 és 2002 között duplájára nőtt a rövidlátó gyermekek száma. 2050-re úgy néz ki, hogy a lakosság fele már rövidlátó lesz. Ez köszönhető valamennyire finomított élelmiszereknek, finomított lisztnek, az előre gyártott, feldolgozott ételeknek, de annak is, hogy a gyerekek egyre többet néznek közelre, kütyűznek, telefon, tablet, számítógép, elfelejtenek kimenni, nagyon fontos lenne a D-vitamin, bármennyire hihetetlen, de az UVA sugárzás nagyon fontos a gyerekeknek, meg a felnőtteknek is egyébként az egészségre nézve. A szakember hozzátette, a LED lámpák használatánál a melegfényű ledek használata javasolt a hidegfényű helyett. Cserta János azt is elmondta, ma már léteznek olyan szemüveglencsék, kontaktlencsék, amelyek megakadályozzák, hogy olyan mértékben nőjön a dioptria, mint amennyit a normál lencsékkel nőtt. Ezekkel akár 60%-kal vissza lehet szorítani a látásromlást.